Házi készítésű finomságokkal, bunyevelt dallamokkal és jó hangulattal várták a vendégeket az idei fogyatékkal élők napjára. A rendezvénynek otthont adó halászati miniskanzen környéke ezúttal is izgatott résztvevőkkel telt meg, akik az ország különböző részéből érkeztek a mulatságra. A találkozó az előző két alkalomhoz hasonlóan ismét a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény és a Református Egyház közös szervezésében valósult meg. Utóbbi nevében Besztercei András, a Szeretetszolgálati Iroda vezetője köszöntötte a megjelenteket, beszédében pedig az emberi értékekre hívta fel a résztvevők figyelmét. Mi, akik közöttük élünk és velük dolgozunk, minden napokban tapasztaljuk. Náluk óriási érték az, hogy a lehető legváratlanabb pillanatokban és a legmélységesebb pillanatokban is tudnak mosolyogni, nevetni, kicsi optimizmust odaadni, és nem egy munkatársan, akit néha ez pont ez, amit tovább lendít. Tehát ha más nem, de sok minden más is, ez mindenféleképpen egy koronagyémánt, úgymond ez az emberi érték. A város képviseletében dr. Zöld Lászlóné üdvözölte a résztvevőket. A szociális és karitatív tanácsnok rámutatott, a rendezvény remek lehetőséget biztosít kapcsolatok kialakítására és a felhőtlen szórakozásra. Gondolatokat tudnak cserélni, ez nagyon-nagyon jó alkalom erre, úgyhogy én is most, hogy itt vagyok, kicsit korábban igyekeztem ideírni, hogy tudjak találkozni azokkal a szakemberekkel, el tudják mondani az ott lévő programokat. Ez nekünk is sokat segít a fejlődésünkbe. A köszöntők után kezdetét vette a táncházzal egybekötött mulatság, ahol a Bácska Tambura zenekar szolgáltatta a talpalávalót, ezzel párhuzamosan pedig a kézműves foglalkozásokat is kipróbálhatták az érdeklődők. Táncolunk! Meg utána lesz kézműves foglalkozás, meg akkor azon a feketén kell majd végigmenni, azon a kavicson, ami benne vannak ott. Meg utána lesz ilyen, ki kell rakni a képeket, halból ki kell rakni képeket. Mennyit készültetek erre a mai napra? Sokat készültetek elő? Hát igen, sokat készültünk erre a napra. Vártátok már, gondolom. Igen, már vártuk, hogy legyen ez a fonis nap, vártuk már, hogy eljöjjön, igen. A résztvevők elmondták, minden évben izgatottan várják az újabb találkozót, ahol a régiek mellett gyakran tűnnek fel új arcok is. Én tényleg szeretek ilyen jó társaságban lenni. Tehát nekem a fon olyan, mint egy kis család. A rendezvényt minden alkalommal a népiesség jegyében hirdetik meg, így kézműves foglalkozásokkal és egyéb mesterségekkel is megismerkedhetnek a látogatók, mondta a Fogyatékosok Nappali Intézményének szakmai vezetője. A táncház, a néptánc az, amit próbálunk megtanítani, bemutatni a fiataloknak, és bizony a népi játékok és a kézműveskedésben is a régi mesterségek, mint például most a fafaragás, vagy akár a papírmerítés, vagy csuhéból kosárfonás, mind-mind megtalálható. Az egésznapos rendezvény során a kézműves foglalkozások és mesterségek mellett a fejlesztő játékokat is kipróbálhatták a vendégek. A találkozó szervezői elmondták, a jövőben is meghirdetik a mulatságot, így a résztvevők hamarosan újra találkozhatnak.